fél méterre állt tőle a főnyomozó, amikor rálőtt egy hármas sorozatot. A gépkarabély egyik lövedéke fejen találta Pál Völgyi Péter alezredest. Szó sem volt baráti tűzről, esés közbeni vétlen lövésről, vagyis szándékos rendőrgyilkosság történt. Első fokon lesöpörték a hungarista vezér minden védekezését, és életfogytiglanra ítélték Györkös Istvánt. A bőnyi rendőrgyilkos rákosista diktatúrát emlegetve fellebbezett. Györkös István ügyében kérem szívesen egy bőnyet eljött ember. Tőről metszett neonácit hív be a bíró. Györkös István a magyar hungarista mozgalom egyik ismert alakja. Több szélsőséges szervezet vezetője, Szálasi Ferenc nagy rajongója. Most rendőrgyilkosságért hozzák vasra verve a bíró elé. A vád szerint Bőnyi házában gépfegyverrel fejbe lőtt egy főnyomozót. Az első fokú ítéletére vár. Díszlövésekkel búcsúztatták az áldozatot Pilis Szentkereszten. Pál Völgyi Péter, posztumusz alezredes, a rendőrség hősi halottja. A Nemzeti Nyomozóiroda főnyomozója volt, mikor házkutatást akartak tartani Györkös Istvánnál, aki közben illegálisan tartott fegyverével lelőtte közvetlen közelről őt. Biztos vagyok abba, hogy bekerülünk a parlamentbe. Györkös István nem ismeretlen a hatóságok előtt. Már a 90-es években elítélték lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt. Ezen az 1992-es felvételen azt látni, mi mindent találtak akkor nála. Ő volt az, aki a rendszerváltás után megalapította a magyar nemzeti arcvonalat. Felélesztette az újfasiszta, nyilas és hungarista szólamokat, és katonai kiképzéseket is szervezett Bőny közelében. Legutóbb pedig, kihasználva a menekültválságot, ellenséges támadással riogatott és fegyveres harcra szólította fel híveit. A nyomozás eredményeképpen elmondható, hogy a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű hungarista, paramilitarista szervezet felszámolásra került. Ezt a szélsőséges szervezetet vezette Györkös István. 2015-ben névtelen levélben egy ismeretlen azt írta a rendőrségnek, hogy a csoport nyilvános videóin élesnek látszó fegyverekkel gyakorlatoznak. A Nemzeti Nyomozóiroda ezek után összesen 44 helyen tartott házkutatást. A csapat tagjainál kisebb háború megvívására elég fegyvert foglaltak le. 18 ezer lőszert, 6 kiló lőport, 1 kiló robbanóanyagot, gyutacsokat, 17 pisztolyt, 5 golyós fegyvert, 1 sörétes puskát, 18 gépkarabét, 2 hadipuskát, 2 gépágyút, 6 kézigránátot, 1 füstgránátot, 7 aknavetőgránátot, de még egy RPG gránátvetőt is találtak a neonáciknál. A szemlék és a házkutatások során a legnagyobb kihívást és nehézséget az okozta, hogy a legtöbb esetben az engedély nélkül tartott, valamint bűncselekmény útján birtokolt lőfegyverek, lőszereket földbeásott hordókból, zsákokból, valamint speciálisan kialakított PVC csövekből kerestük meg, találtuk meg. Az NNI nyomozói 2016. október 26-án jelentek meg az arcvonal vezetőjének Bőnyi házánál. Györkös Istvánnál is házkutatást akartak tartani, nála is fegyvereket kerestek. Ő zokon vette az intézkedést. Nem akarta beengedni a rendőröket, akik mégis bejutottak a portára. Amikor a nyomozók beléptek a ház előszobájába, a hungarista vezér ott állt egy kalasnyikovval a kezében. Az ügyészség szerint Györkös meg akarta akadályozni a házkutatást, ezért lőtt. Korábbi tárgyalásán a férfi elismerte, meghúzta a ravaszt, de csak véletlenül, mert a rendőrök kezdtek tüzelni rá. Ez csak úgy lehetett, hogy én ott elveszettem az eszméletemet, bal kézzel a fegyvert elengedtem, jobb kézzel a fegyver, még szorítottam a tusát, és ahogy meghúztam a ravaszt, a fegyver össze-vissza csapkodott, ugye a visszaható erőtől, azért mentek össze-vissza a lövedékek. Más magyarázat erre nincsen egész egyszerűen. A vád szerint viszont a főnyomozó kollégái csak Györkös után tüzeltek, akkor, mikor Pál Völgyi Péter halálos találatot kapott. A neonáci vezért 2 lövés érte később. A másik 2 rendőr nem sérült meg a tűzpárbajban. Ők kihátráltak a házból. Györkös viszont bezárkózott az egyik szobába. Ekkor értesítették a teket. 2 órás tárgyalás után végül a házigazda megadta magát. Kórházba vitték, megműtötték, azóta felépült. A bíróság előtt korábban arról beszélt, baráti tűz okozta az alezredes halálát. Lehajoltam, hogy letegyem a fegyvert a padlóra. Amikor majdnem a padlón volt a fegyver,
Akkor a bejárati ajtó irányából, ahol a két személy tartózkodott, láttam két fényvillanást, és rögtön éreztem is az ütést a szívem mellett, és erős fájdalmat a lábamban és a hasamban. Kit üzelt először? Győrkös vagy a rendőrök? Melyik fegyverből adták le a halálos lövést? A bíróság ezekre is kereste a választ. Igazságügyi szakértők sorát hallgatta meg. Voltak, akik nem akarták, hogy mutassuk őket, mások arccal és névvel vállalták a szakvéleményüket. Amit mondtak, az perdöntő lehet. Győrkös 3-at lőtt, a rendőrök 9-et. Egyetlen találat érte Pál Völgyi Pétert. Nevezetet egyetlen erőbeadás érte, a lőfegyverből kilőtt lövedék hatolt be a baloldali homloktájékon a koponyaüregbe, az agyállományon áthaladva a jobb oldalon halántéktájon hagyta el. Az alezredesnek esélyesen volt a túlélésre, azonnal szörnyet halt. De ki lőtte le őt? Pisztoly vagy gépkarabé töltény szakította át a koponyáját. Az egyik fegyverszakértő szerint nem a kaliber számít, hanem a golyó sebessége. Márpedig a gépfegyvernek 4-szer nagyobb a torkolati energiája. Gyakorlatilag a sebességnek a négyzetével növekszik a hidrodinamikai hatás. Ez AMD gépkarabéjúból leadott lövésnél akár 300 atmoszférás nyomást is létre tud hozni a koponyába. Tehát érthető, hogy miért törik annyira szét a koponya. Egy másik fegyverszakértő a lövési irányokat vizsgálta. Azt vette észre, hogy ahol a rendőrt találat érte, ott a szétrepülő csontszilánkok nyomot hagytak az ajtókereten. Olyan nyomot, ami a rendőrök felől takarásban volt. Gyakorlatilag ez kizárja azt az eshetőséget, hogy az előbb említett szolgálati fegyverekből adott 9 darab lövés irányából jövő lövedék okozott olyan sérülést, amely a csontszilánkokat arra a helyre juttatta, ahol a sérülést okozták a faburkolatú, festett faburkolaton. Ráadásul az áldozat baseball sapkáján találtak egy lövedékütötte lyukat. A fegyverszakértő szerint ezt gépkarabé töltény okozta. Ezt a golyót megtalálták az ajtófélfában. Győrkös szerint, ha tényleg ez lenne a gyilkos golyó, akkor rajta lenne az áldozat vére. Csak hogy a gépkarabélyból kilőtt egyik lövedéken sem találták meg az áldozat DNS-ét. Rejti, hogy ezt hogy történhetett meg. A szakértő 17 éves praxisában ilyen még sosem fordult elő. Ami egy testen való áthatoláskor akár a bőrön, izomszöveten, véren, agyvelőn keresztül hatol, annak pedig kimutatását egyértelműen igazolta volna az, hogy a teljes felületről biztosított törletmintáknak humán eredetű DNS-t kellett volna tartalmaznia, illetve hát abból azonosításra alkalmas módon DNS profilt fel tudtunk volna állítani. Szíves könnyének felállni! 2,5 évvel a rendőrgyilkosság után ítéletet hirdet a szombathelyi törvényszék. Győrkös István bűnös, hivatalos személy ellen elkövetett emberölésben és lőszerrel, lőfegyverrel visszaélésben. A bíróság ezért Győrkös István vádlottat halmazati büntetésül, életfogytig tartó szabadságvesztésre, mellékbüntetésül, 10 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztést fegyházban kell végrehajtani. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 25 évben állapítja meg. A bíróság szerint egyértelmű, nem baráti tűz okozta a főnyomozó halálát, hanem a neonáci lőtte le őt. Ráadásul nem baleset történt. Hiába hivatkozott, erre is a vádlott. Sértette, halálos lövését a vádlott okozta. 3 golyóból egy találta el az áldozatot. Vádlott olyan eszközt használt, amelyet kimondottan az emberi élet kioltására hoztak létre. Hadilőszert alkalmazott, 30-80 cm távolságból tüzelt gyakorlatilag, ebből a távolságból ezzel a fegyverrel nem lehet hibázni. Egyértelmű, hogy a vádlott cselekménye szándékos volt. Szakértők szerint Győrkös István teljesen beszámítható, sőt az átlagtól intelligensebb. A bíró szerint folyton úgy változtatgatta a tagadó vallomását, ahogy éppen újabb és újabb tényekkel, szakértői véleményekkel szembesült. Viszont legelső kihallgatásán, de még a túsz tárgyaláskor is elismerte, ő lőtte le a rendőrt, mert pajsként használta a feleségét, és az áldozat, idézem, arrogáns volt. Aki a fegyvert csőre tölti,
majd kibiztosítja, az azért teszi ezt, mert használni akarja. Noha a védelem szerint teljesen motiválatlan a feltételezett bűncselekmény, a bíró talált magyarázatot az indítékra. A vádlott mindenképpen meg akarta akadályozni azt, hogy a rendőrök bejöjjenek a házába, és megsértődött azon, hogy a rendőrök mégis bejöttek, és fenyegető helyzetként élte meg azt, hogy a sértett a feleségével együtt bement az előszobába. A védelem szerint rossz döntés született. Az ügyvédek ezért felmentését fellebbeznek. Györökös is elégedetlen az ítélettel. Úgy néz ki, hogy a legújabb rákosi rendszer beköszöntött. Diktatóra nem biztos, hogy érdemes fellebezni, de fellebeznek. Enyhítő körülménye a vádlott időskora. Viszont a bíró szerint olyan súlyos bűnt követett el, hogy azért életfogytiglanják. Az ügyész tényleges életfogytiglanért fellebbez. Noha a mostani büntetés is jó eséllyel azt jelenti a gyakorlatban, hogy Györökös István élve már nem hagyhatja el a börtönt. Most 79 éves. Ha jogerősen is minden így marad, 101 évesen szabadulhatna feltételesen.